Milyen rég volt billentyűzet? 1000 éve nem volt billentyűzet. Itt van már egy ideje nálunk, és szemezgettem vele, de ez itt az ROG Azoth. Azoth! Jó, most ne elrontottad. Most az jutott eszembe róla, hogy Azoth. Pedig eddig annyira menő neve volt. Ami a dobozról azonnal kiderül, hogy nehéz. Ami jó dolog. Nagyon jó egy billentyűzetnél, mert ha a bass nagyon erős és nagyon jó anyagból van, akkor baromi jó érzés gépelni rajta, és sokkal jobb a hangja. Speed Nova jó, hogy, mert hogy vezeték nélküli technológiával a legeslegkisebb latencyvel rendelkezik, nehogy már gond legyen, nem is lesz. Lézerengrédek a billentyűk, tehát időtállóak. Az ROG NX Red van benne, ami ugye a legközelebb ahhoz a Red Switchhez van, amit úgy általánosságban ismerünk, tehát a klik nélküli viszonylag könnyen nyomható gamer billentyűzet, magyar kiosztású és lubb. Ami azt jelenti, hogy előre be van zsírozva, ami egyébként most már, hogy volt billentyűzet építős videónk, tudjátok, hogy mennyire lehet fontos, ha valakinek igazán fontos a benyomás. Nem lesz ez így jó. Úgyhogy nagyon sokat okosodtunk, és ezért kíváncsi is vagyok, hogy milyen érzés lesz alapvetően gémálni rajta. Azt tudjuk, hogy ez egy tenkérez design, tehát nem 60%-os billentyűzet, hanem a numerikus rész nélküli megoldás, de a page-up-page-down tudszokar rendelkező dolog. Azon kívül, hogy elérhető természetesen brown és blue switch-el is, ami ugye a könnyen nyomható, kicsit klikkenő, kicsit nehezebben nyomható, nagyon klikkenő verzió, hogy lefordítsam nektek kb. Viszont az izgalom a kijelző. Majd megnézzük, hogy mire jó, de ez már olyan, hogy kész win, mint a bluetoothos hajcsat. Van hozzá DIY Lube Kit, ami azt jelenti, hogy szét tudjátok szedni, és a switchet ti különbe tudjátok zsírozni, és ehhez van egy kis kit hozzá. Ami azt jelenti, hogy ez egy commercial consumer billentyűzet az ROG-től, ami elindult, elkezdett evezni egy kicsit a custom billentyűzetek irányába, illetve nem is igazán elevezett, csak nyitva hagy lehetőségeket, ami abszolút pozitív. Én úgy örülök, hogy ezek a gyártók elkezdtek odafigyelni a prezentációra. Annyival másabb, mint kibontani valamit, ami funkciójához képest egy egészen magas árszínvonalat képvisel, és most nem csak erről a billentyűzetről van szó, az olyan dolgokat jó így kibontani, hogy Welcome to Republic of Gamers. Ez be van zsírozva, Jani. Amúgy hú. Ez lesz a billentyűzet. Van súly. Ez tetszik nekem. Van hozzá ilyen matricákok. Prezentáció, Jani. Azt nézd meg. Braided kábel, nyilván USB-C, amivel töltöd vagy bedugod. 3 cseresszics. Ez ugye, javíts ki a tévedek, Jani, de ez ugye az a keret, amiben beleteszed, miközben dolgozol rajta. Igen. Exkluzív ROG-s billentyűzet kiszedő. A billentyűzet kiszedő a keycap leszedő. Tudod, amin a betű van? Aztán, mikor levetted a betűt, kiveszed a switchet, erre a cokmokra, erre a kis cokmokra rányomod, és akkor szétjön a switch, és akkor férsz hozzá. De ezt Jani részletesen megmutatta nektek a billentyűzet építős és per újra kenős videójában. Zsír. És ecsetke. Ez tényleg közel van egyébként alapvetően egy ilyen custom billentyűzethez, vagy valami olyasmi. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen konzumergyártó, aki ilyen régóta van a piacon, és alapvetően ilyen plug and play eszközöket árul, ilyen hozzáférést engedélyez egyébként a termékhez. Én nem engednék. Nagyon hasonlít ezekre az új custom keyboardokra egyébként, az egész kidolgozása, egy picit változtatok, a betűtípus marad, de nem annyira tolakodó. Értem én, hogy azok, akik maguknak készítik a billentyűzeteket, nekik ez így nem opció, vágod? Mert miért lenne opció? Ők építenek maguknak. És azok, akik nem tudnak, ez olyan, mint az egybe PC-k, amik rendesen meg vannak csinálva, tudod? Vagy hogy építesz magadnak. Ki vesz egybe PC-t? Hát aki nem tud építeni, bazd meg! Az! Két fél magasság, nem csak egy. Felül is kis gumízé, nem csak a kihajtott talppal nem csúszik.
de a kihajtottal se csúszik. És itt hátul látjátok a Bluetooth kapcsolót, illetve azt, hogy most USB-n vagy Bluetooth-on szeretnéd használni. Mágnesesen tárolt dangle. Egy másodperc. Oksa, természetesen a háttérvilágítás, minden ROG Aura Sync azzal kapcsolatban semmi újdonság nincs, meg nem is kell, mert szerintem több dolgot nem lehet csinálni egy billentyűzettel, de most nem ez a lényeg. Kijelző. Ugye már most bedugtam az USB dangle-t a gépbe, mutatja az aksi időnket, itt volume down, volume up. Ezt nem mondja, ezt én mondom. Ha így változtatjátok a pöcöknek a funkcióit. Így következő szám, előző szám. Lighting and brightness, OLED brightness, lighting effects. Nem ad ki ilyen hangokat. A ripple az. Rainbow, color cycle. De természetesen az aurán belül tudjátok ezeket állítani. Engem most meglepett ez a dolog, Jani. Tudom, hogy te már próbáltad ezt, én még nem. Azért nem gondoltam, hogy ez egy ekkora pack. Ez a fajta ultimate testre szabhatóság. A build quality, tehát maga a minőség, az full toppos. Itt van hozzá ez a kis plusz finomság, amitől abszolút egyedi lesz a többihez képest. Nekem a két világ sose találkozott. Ugye a kézenfekvősége és a felhasználó barátsága annak az olyan terméknek, amit bemész a boltba és megveszel, illetve a testre szabhatósága és a minősége annak, amikor magadnak építed. És én nem azt mondom, hogy ez mindkét világból a legjobb, de egy olyan, amiről én nem gondoltam, hogy így egy packbe lesz. És van bele két dolog is, ami nagyon érdekes. Az egyik ugye az ára, hogy 90 ezer forint körül van. Mennyi?! És most mondhatnánk, hogy nagyon drága, de amúgy ha össze akarnál rakni magadnak egy ilyet, ja, hát nem ez... is tudsz hasonlót, mert nincs is ilyen kijelző. Igen, de még kijelző nélkül is azért, azért kurva drága. És ennél drágább összerakni egy billentyűzetet. És a másik, hogyha az ember megunja, akkor ki tudod csinálni a switchet, de bármilyen elég switchet, igen, de tudsz rakni. Eleve drágább összerakni egy ilyet, még kijelző nélkül is. És én nem azt mondom, hogy ez jobb annál, mint amit magadnak összeraksz, de nem tudsz olcsóbban. És a plusz az, hogy ez egy alumínium base. És ebből kikapkorod ezeket a ROG switcheket, ezt az NX-eredet, és belerakod a legfullasabbat, és igen, akkor még kell rá költeni, de megvan a lehetőséged rá, nem pedig beszorítottad magad ennyi pénzért egy termékbe. Ez egy jó megközelítés, remélem minél többen át fogják venni a piacról. Mondjátok el nektek, hogy tetszik, nektek mennyire fontos ez, illetve van-e bennetek is egy olyan kézifék, ami csak azért van, hogy ez a cucc szerintem majdnem hibátlan. Ha lenne numerikus része, nekem az lenne. Mert akkor azt mondanám, hogy hova tovább. Nektek hiányzik? Vagy így, ahogy van, ezt a packet elfogadnátok így. Tenkírez dizájnban. Out!